Sziasztok! Ez itt a Fit Április második része. Nem sokára fogok indulni a személyedzőmhöz a második órámra, és egyébként most tökre motivált vagyok, abszolút van kedvem menni. Még jó izomlázom van az előző órától, de várom már, mert tök jól éreztem magam. És először is meg akartam köszönni nektek, hogy az első résznél milyen jó volt ennek a kis sorozatnak a fogadtatása, mert nagyon sokan írtátok, hogy ti is csatlakoznátok. Azt még itt szeretném kiemelni, hogy itt nagyon sokan leírtátok kommentben, hogy hány kilók és hány centik vagytok, és most ez alapján a soknak vagy kevésnek számít, főleg úgy, hogy elkezdtétek összehasonlítani a ti számaitokat az enyémhez, de én semmiképpen sem azt szerettem volna az előző videómmal mondani, hogyha x kilogram vagy, akkor az sok vagy kevés, ezt így magadnak kell érezni, meg igazából én most sem tartom magam túlsúlyosnak, vagy bármi ilyesmi, mármint nincsen testképzavarom, szimplán elindultam egy olyan úton, amit nem kéne, és ezért szeretnék most megállni ebben. Szóval nem feltétlenül annyira a mostani állapot zavar, hanem inkább az, hogy félek, hogyha ugyanígy folytatom, akkor el fogok hízni, úgyhogy ezt szeretném most így megállítani. Úgyhogy igazából veszem is a cuccom, és indulok. Most megérkeztem az edzőterembe, és itt van velem Geri. Sziasztok! Akit már ismerhettek, ugyanis korábban már csináltunk egy közös videót, amiben ilyen otthon elvégezhető gyakorlatokat mutattunk nektek, ezt majd be is linkelem a leírásba, és hogy Geri fog nekem segíteni abban, hogy megpróbáljam formába hozni magam, úgyhogy mindjárt megyünk megmérekezni, és nagyon szenvedni fogok a következő hónapban? Hát egy kicsit. Sajnálom. Azt egyébként el kell mondanom, hogy most egy nem tudom hány centis fellépőn állok, ugyanis ez lenne a helyzet, és ez így nehezen megoldható. Ugye már volt egy közös óránk, és azt azért el kell mondanom, hogy nekem az ilyen edzőterembe járás, az mindig egy ilyen nagyon zavarba ejtő dolog, mert mindig az az érzésem, hogy itt mindenki mindent tud, mármint hogy mit kell csinálni, és hogy így kinéznek az emberek. Pedig egyébként ez nincsen így, nagyon sokan, akik még nem jártak edzőterembe, élnek abban a tévhitben, hogyha lemennek első nap a konditerembe, akkor mindenki őket fogja nézni. Az egyáltalán nincsen így, mindenki ugyanúgy átlagember, ugyanúgy jár dolgozni, és munka után vagy esetleg munka előtt jönnek leedzeni, hogyha belefér az idejükbe, úgyhogy ne aggódjatok, emiatt senki nem fog kinézni ezért. És ilyen kezdő edzőterembe járóként mit lehet a legjobban elrontani? Mármint, hogy mik az ilyen házirend szabályok, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy mondjuk súlyokat nem rakják vissza, hogy mik szoktak lenni, amire figyelni kell? Hát igen, lényegében az első évben, amit a kezdők el szoktak rontani, hogy nem keresnek fel a személyedzőt. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mivel több kárt tudnak okozni magukban, mint amennyi pozitív hatása van annak, hogy ők elkezdenek edzeni. És hát nyilván ilyenek, hogy törülköző használat az nuku. Ezt én sem hoztam. Majd kérünk. Esetlegesen rossz edzős ruhát választanak meg maguknak. Úgy ez alatt azt értem, hogy utcai cipőbe jönnek le edzeni, vagy esetleg strandpapucsba, aki nagyon nyári hangulatban érzi magát. Úgyhogy lényegében ezek az alap dolgok, amiket el szoktak rontani. Jó, akkor megtanultam, hogy legközelebb hozok törcsit, és akkor szerintem megyünk. És nem papucsba jössz le. Nem is jöttem papucsba. Természetesen a bemelegítéssel indul, most megmutatom nektek, hogy milyen gyakorlatokat szoktunk ilyenkor csinálni, mindegyikből 10 darabot, és ha ezzel megvagyok, ezután jöhetnek a rendes feladatok. Amiket egyébként az elején szinte teljesen súly nélkül, vagy csak minimális súllyal csináltunk, egyrészt azért, mert borzasztóan gyenge vagyok, illetve ilyenkor még fontos, hogy megtanuljam a pontos technikát, hogy egy-egy gyakorlat közben hogyan kell tartani a kezemet, vagy a lábamat, és ugye ez nehéz súlynál sokkal bonyolultabban menne. Ilyenkor sajnos még mindig az van a fejemben, hogy mennyire szánalmasan nézhetek ki ezekkel az extra mini súlyokkal, de ez megint csak egy olyan dolog, ami tudom, hogy amúgy senki más nem foglalkozik vele rajtam kívül, úgyhogy próbálom ezt elengedni, úgyhogy ha ti is kezdőként mentek a konditerembe, akkor ne foglalkozzatok ezzel, mert az a lényeg, hogy mentek, próbálkoztok és csináljátok.
Egyébként minden órán megvan, hogy a test melyik részére koncentrálunk, így következő órán megint más gyakorlatok jönnek, szóval egyáltalán nem érezzem azt, hogy túlságosan ismétlődők lennének a gyakorlatok, hanem tényleg változatosak az órák, úgyhogy nagyon élvezem. Nekem nagyon hasznos, hogy Geri ott van és mindig segít, amikor valamit elrontok, és hát az összes új gyakorlatnál mindig elrontok valamit, ugyanis az ember hajlamos könnyíteni így a saját dolgán, és általában ez pont a technikának, a hatékonyságnak a rovására megy, úgyhogy mindig olyan apróságokat mutat nekem, amire nem is gondolnék, hogy figyelni kell, pedig aztán tényleg ettől sokkal hatékonyabban válnak a gyakorlatok. Ugye mivel még nem volt edzőteremben készült videóm, igazából pontosan nem tudtam, hogy mit látnátok szívesen, úgyhogy ezt írjátok meg nekem, mert most igazából csak így bemutattam néhány gyakorlatot gyorsítva, de ha szeretnétek, akkor csinálhatok olyat is akár, amikor részletesebben megmutatunk egy-egy gyakorlatot, hogy mire kell odafigyelni, mi az, amit én is gyakran el szoktam rontani, vagy ha szeretnétek, akkor még több ilyen gyorsított gyakorlatot mutatok meg, hogy akár ti is ki tudjátok ezeket próbálni, hogy írjátok meg, hogy mire vagytok kíváncsiak. Gondoltam így első résznek, mármint ilyen első edzőtermi résznek, csak így szeretném vele meghozni a kedveteket, meg hogy lássátok, hogy nagyjából miről is van szó. Ne gondoltam, hogy még bejelentkezek nektek egy-egy gyorsan, most fogok indulni a 7. órámra, és a lelkesedésem töretlen, továbbra is nagyon szeretek járni, meg már mindig várom, hogy mehessek, és ez most is így van. Igazából már most így elkezdtem magamon észrevenni pici változásokat, és tudom, hogy ezek olyan változások, amit csak így saját magán érez az ember, és így külső szemmel nem lehet látni. Illetve nekem nem az a célom ezzel a hónappal, hogy a hónap végén ilyen őrületes centik meg kilókbeli változások lesznek, mert tudom, hogy a ilyen rövid idő alatt nem lehet elérni. Inkább ezzel az a célom, hogy életmódbeli változásokat sikerüljön megcsinálnom, a rendszeres mozgást, a normális táplálkozást, és idáig egyébként nagyon jól bírom, meg ez rossz kifejezés, mert ezzel úgy jön le, mintha szenvednék, de nem, tök jól érzem magam ezekkel a változásokkal. Úgyhogy kitartást nektek is, hamarosan jelentkezem, szerintem a következő rész egy ilyen mit ettem ma típusú videó lesz majd, ha érdekel benneteket, akkor azt írjátok meg, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!